2019 végén alakult meg az új Tolna megyei közgyűlés, költségvetést fogadott el, koordinálta a megyei fejlesztéseket és tervezte a következő éveket, amikor jött a koronavírus. Meg kell, hogy mondjam, nem ért bennünket váratlanul ez a járvány, hiszen Európa szerte már akkor több országban előrébb jártak nálunk az elterjedéssel kapcsolatban. Büszkén mondhatom, hogy jelenállás szerint Tolna megye bent van abban az első három megyében, ahol a legalacsonyabb szintű a fertőzöttség. Ez jelzi azt, hogy a Tolna megyei emberek, Tolna megye lakossága komolyan vette ezt a kérést, amit a kormányzat megfogalmazott a vírussal szembeni harc kapcsán, hogy próbáljuk kerülni azokat a helyeket, ahol át tudjuk adni egymásnak ezt a vírust. A megyei települések is partnerek ebbe, és megállapíthatjuk, hogy Tolna megye összességében jó eredményeket mutat a vírussal szembeni harc kapcsán. Fontos az, hogy a következő időszakban is továbbra is tartsuk azokat a szabályokat, amelyeket meghatároznak számunkra, és emellett végezzük a dolgunkat, hiszen otthonról is kiderült, kiválóan lehet dolgozni, és hát nyilván azok a szakmák, amelyek építenek, mint például a köművesek, festők, asztalosok, villanyszerelők, tehát akik az építkezéseken szerepet játszanak, azok továbbra is tudják folytatni a munkájukat. Nyilván az elején is neki láttunk különböző menekülési útvonalak keresésébe, de rájöttünk, hogy az lesz a legjobb, hogyha az előre kitűzött metódus szerint megpróbálunk alkalmazkodni az eseményekhez, és ezt elfogadták az osztályvezetők, tehát az egész apparátus úgy gondolta, hogy otthonról is megpróbáljuk ellátni a feladatunkat, és kiválóan működik a dolog. Hiányzunk nagyjából egymásnak elég gyakran, ilyenkor a telefon, meg a Skype, meg a különböző elektrotechnikai csodák azok, amelyek segítenek nekünk, de minden héten azért a vezetők összejönnek, ha külön-külön is, ha párban is, ha kis csoportokban is, de megbeszéljük a heti teendőnket. Ma is itt vagyunk Szekszárdon, nem csak én, főjegyzőasszony is itt van, aljegyzőasszony is, és tulajdonképpen zajlik az élet, és dolgozunk. Alapvető célunk, hogy ne veszítsenek a Tolna megyei emberek sokat ezzel a járvánnyal. Éppen ezért minden egyes olyan projektet, amely aktualitását éri el, azt megpróbáljuk végrehajtani közösen az önkormányzatokkal. A koronavírus járvány miatt a megyében zajló települési fejlesztések nem szenvednek csorbát, ahol elkezdődött a munka, ott be is tudják fejezni. Csúszásaink vannak, de ezek nem elsősorban a vírusnak köszönhető, hanem vagy kivitelezői kapacitás hiány, tehát elég sok a munkájuk a különböző építőipari szakmásoknak, vagy pedig a pályázatoknál visszadobott pályázat, javítandó pályázatok miatt is csúszások vannak egy-két esetben, de ezek mind technikailag áthidalhatók és nem köthetők igazán szorosan a vírushoz. Egy új koncepció is megfogalmazódott a megyei önkormányzatnál, Tolna 109 néven. Ennek lényege, hogy valamennyi települést bekapcsolják a megye fejlesztésébe. 109 település alkotja Tolna megyét, és a 109 településnek körülbelül 60%-a, 65%-a úgy látjuk aktívan részt vesz a megye közéletében, ami a különböző feladatellátásban, a különböző tervezésben, a különböző jövőbeni elképzelések megfogalmazásában játszanak szerepet, és ezek a települések nagyon aktívan részt vesznek ebben a munkában. Azt szeretnénk, hogy ezt közelíteni a 100%-ot, tehát további községek, települések csatlakoznának hozzánk. Ez azért fontos, mert aki ebből kimarad, lehet, hogy a fejlesztési információkból is kimarad, és nem biztos, hogy odaérnek arra a határidőre, amire majd oda kell érni. Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ismét szerepet kíván adni a megyéknek a következő időszakok fejlesztési elképzeléseiben. Nekünk készen kell arra állni, hogy X településen legyen meg az elképzelés, hogy oda óvodát szeretnének építeni, vagy az iskolát szeretnék bővíteni, vagy a település vízellátását, szennyvízellátását, vagy egyéb más jellegű közcéljait fogalmazzák meg, és hogyha sikerül, akkor azt gondolom, hogy mi felkészültünk arra, hogy Tolna megye tovább fejlődjön. Ez azt jelenti, hogy a megye vezetői kapcsolatba lépnek, ha lehet, fel is keresik azokat a településeket, ahol eddig valami miatt nem voltak elképzelések a jövőt illetően. Emberi tényezők azok mindig a háttér mögött szerepet játszhatnak.
meg kell közelítenünk azokat a településeket valamilyen módon, nyilván az embereken, a vezetőkön keresztül, amelyek eddig kimaradtak ebből a történetből. Én hiszek abban, hogy egy párbeszéd, egy helyzetértékelés, egy célmegfogalmazás, az egyrészt a település viszonyát át tudja rendezni a megyével kapcsolatban, másodszorban pedig a kis településeknek segít a megye abban, hogy értelmes, pozitív és elfogadható célokat tudjanak fogalmazni maguknak és az ott élő embereknek. Most viszont még a járvány miatt mindenki otthonról dolgozik, a bizottságok ennek ellenére is működnek a megyén. Bizottságülésünk volt már, top bizottságülés. Május 3-án én azt gondolom, miniszterelnök úr be fog jelenteni olyan könnyítéseket, amelyek nekünk is segíteni fognak. Tehát például lehet, hogy a kellő óvatossággal meg tudjuk tartani élőben a közgyűléseinket. Erre készülünk. Elsősorban ugye védekezéssel kapcsolatos feladataink vannak, hál' Istennek nagyon nem vesznek bennünket igénybe. Ezügyben az egészségügyi és a válságstábok. Én megmondom őszintén személyes véleményem, hogy kiválóan működik a rendszer. Fegyelmezetten és eléggé határozottan hozzák meg a döntéseket, és ez az embereknek pozitívan jön vissza. Tehát a közvélemény is azt mondja, hogy így kellene ezt csinálni máskor is. A Tolna megyei önkormányzat a fejlesztések koordinálása mellett számos, elsősorban a megyei értékek védelmét segítő folyamatnak, mozgalomnak is irányítója. Az ezekhez kapcsolódó rendezvények most elmaradnak, megyenap viszont, ha máshogy is, de lesz. Úgy tervezzük, és erről még ugye közülési határozat nincs, de szerintem nem is kell, hiszen arról döntöttünk, hogy a megyenapot minden év szeptember 1-én megtartjuk, és az idén is lesz megyenap. A körülményeket még nem ismerjük, megvárjuk az akkori álláspontot, amit az aktuális kormányzat majd megfogalmaz, és mi ahhoz alkalmazkodni fogunk. Ha szükséges, akkor nagy csindadrattával két ember fogja átadni az egy embernek a díjat, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy megtartjuk a hagyományos összejövetelt, ünneppel, kis étkezéssel, megemlékezéssel, fanfárokkal és tévével és rádióval. A járványból hátralévő időszakra a megyei közgyűlés elnöke is arra buzdít, hogy mindenki tartson ki. Én azt üzenem a Tolna megyeieknek, hogy így tovább. Továbbra is fegyelmezetten, kitartóan kell követni azokat az egészségügyi elképzeléseket, amelyeket megfogalmaznak számunkra, és akkor azt ígérhetjük, hogy reményeink szerint, és azért itt azért ezt is hozzá kell tenni, mert azért itt sok változós a történet. Kiváló eredményt fogunk elérni a koronavírussal szembeni küzdelemben. És ez nem országos viszonylatról, nem megyei viszonylatról szól, hanem az nemzetek közötti összehasonlításban is szerintem nagyon jó eredményt fog Magyarország felmutatni, éppen azáltal, hogy a magyar emberek partnerek ebben.